Thank you.
A Nyisztor György Hagyományőrző Egyesületet látták Mékerékről, Magyarországról, gyönyörű szép román táncokat. Most pedig, amíg a váltás megtörténik a hátam mögött, hiszen készül a Csicsörke néptánc együttes, addig régi jó barátunkkal, András Tiborral fogok beszélgetni, még anekdotázni egy kicsit. Jó napot kívánok! Kezd csókolom, jó napot kívánok a tévénézőinek is! Most már nekünk is sikerült 3 nap alatt olyan jól összeismerkedni, és még van biza mondani valója. Hiszen, hogyha jól tudom, 2014-ben pontosan itt Kolozsváron önök szelték fel a nemzetkenyerét. Igen, az a megtiszteltetés ért minket, hogy felkértek, hogy vigyük be a templomba a nemzetkenyerét, ott a mise alatt szeljük is fel, aztán kihoztuk a templom elejébe, és ott felszeletelve kiosztottuk a szentmisén résztvevőnek, és bárki odajött, és meg akarta kóstolni a finom eledelt. És utána pedig megtáncoltattuk Schmidt-Pál elnök urat. Varga Boglárka volt az a bojzásos táncos, aki megtáncoltatta Schmidt-Pál elnök urat. Ez is egy olyan szép élmény az elmúlt 18 év alatt, mióta ide járogatunk minden nap. Szóval minden évben, bocsánat. Én meg vagyok győződve, hogyha holnap is beszélgetnénk, holnap után is folytatnánk ezt a beszélgetést, még annyi-annyi anekdota lenne. Biztos kerül, mert voltak érdekes történetek. Ilyen, hogy eltűnt a színpadról a táncosunk, elszakadt a húr. Előadás közben kiajtottam, adjatok egy hegedűt! András Tibor, találkozunk még ma az egyórás közvetítésünk végén, hiszen a Bojzász Néptánc együttes zár, hogyha jól... Igen, fel fogjuk kérni a Jucikát, hogy... Ja Istenem, nem mondjon ilyen, mert elszaladok. De igen, meg kell tanulni a felcsíkit. Nagy kihívás elé nézek. Elmondok én is nagyon gyorsan egy rövid anekdótát, már anekdóta számba megy tegnap óta. Tegnap egy nagyon kedves néző betelefonált a Kolozsvári Magyar Napok irodájába, és azt mondta, nagyon kedves, nagyon szép ez a műsorvezető hölgy, de megkérem szépen, szóljanak neki, álljon el a kamera elől, mert nem látjuk a táncosokat. Tehát most félreugrok. Thank you.
Tehát a Csicsörke Néptánc Együttest látták Magyarországról, és most a nagy taps alatt és a váltás alatt, akikkel hű, milyen sikerük van, ez igen. Tehát akikkel most beszélgetek, ők a Nyisztor György Hagyományőrző Néptánc Együttes tagjai Mékerékről Magyarországról. Martin László táncost mutatom be önöknek. Szervusz! Jó napot kívánok! És Pap László Patrik, együttes vezető. Kezi csókolom! Mi is beszélgettünk már. Az imént elárultad, hogy az egyik legjobb tanítványod áll melletted. Mitől lesz jó tánc? Mikor derül ki egy gyermeknél például, hogy jó táncos lesz belőle? Hát én úgy gondolom, hogy ez látszódik egyébként kezdetlegesen, viszont az, hogy mennyire alázatos valaki, és mennyire teszi oda magát, hogy kihozza a legjobbat, én úgy gondolom, hogy egyéni, tehát egyénre van szabva ez az egész, meg hát nyilván azért vagyok én is ott, hogy segítsek ebben, de egymást támogatjuk, tehát úgy gondolom, hogy idő múltán ez kikupálódik. Neked miért fontos a tánc? Mikor kezdtél el táncolni, és mikor érezted úgy azt, hogy ez igazán a te világod? Én 6 éves koromban kezdtem el táncolni. A családomban nagyon sokan vannak, akik már gyerekkorok óta foglalkoznak a néptánccal, és fontosnak éreztem, hogy én is tovább vigyem ezt a hagyományt. Legelőször édesapámtól kezdtem el tanulni a mékeréki táncokat. Többször elmondtam a nézőknek, hogy Mékerék ugye 90%-ban románok lakta település. Te is beszélsz románul? Igen, és Romániában is tanulok egyetemen. Hol tanulsz? Nagyváradon. Magyarul vagy románul? Románul. Románul tanulok. Atunca tu vorbesz román, este sunt curioasă cum vorbiți voi limba română. Da, vorbesc, sigur că vorbesc, da. Ai și prieteni români? Sigur că am și prieteni români acolo la facultate. Și ce zic despre accentul tău? Că aveți un accent. Colegii mei în prima zi n-au observat că am accent. Au zis că vorbesc foarte frumos limba română. Nu știu dacă se observă ușor că am accent sau nu. Nagyon szépen beszélsz különben. Direkt hegyeztem a fülem, hogy azt a két. Vagy az ennyet, igen. Azt nem hallottam. Hát jó, most muszáj egy kicsit megemberelni magukat, hogy beszéljünk időzébetéve perfektő románul, de én úgy gondolom, Mékeréken ez megengedett, hogy úgy beszéljünk, ahogy nekünk jól esik. De szerintem vagyunk még egy páran, tehát települések, falvak, városok, ahol ugyanúgy keverik a szavakat, ugyebár a románt, a magyar, vagy szerb, vagy szlovák, és akkor úgy gondolom, hogy ez még megengedhető. De ha itt vagyunk, akkor, és ezt kérik, akkor így. És akkor megkérdezem az együttes vezetőtől is, hogy mit jelent számára a tánc? A néptánc? Nekem úgy szoktam mondani, hogy ha kétszer születnék újra, és ugyanezt csinálnám. Nekem ez ugyebár anyatej elivódott magába. Büszke vagyok és boldog vagyok, hogy táncos lehetek vagyok, és remélem leszek is még nagyon sokáig. Elmondani nem lehet, ezt érezni kell. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki táncol és szereti és élvezze, amit csinál, én gondolom, hogy az, és mikor előadhatja, ott fizetődik ki az a bizonyos érzés, amit eltáncolhat. Pap Patrik László, és jaj, nehogy elkereszteljelek, Martin Lászlónak. Nagyon szépen köszönöm a beszélget. Köszönjük szépen. Mi is nagyon szépen köszönjük. Találkozunk délután a Szent István napi felvonulán. Farkas utcán. Köszönjük. Köszönöm szépen. Most pedig, kedves nézőink, az Anatoli táncegyüttest látják. Hoppa! Hoppa! Thank you.
most hát jön. Tehát amíg megtörténik a váltás a hátam mögött, ugye az Anatoli Tánc Együttes látták, és a Hóstáti Hagyományőrző Egyesület kezd hamarosan. Addig én bemutatom, illetve elmondom önöknek, hogy nem csak az erdélyi viseletek, hanem Magyarország tájegységei is kincseket rejtenek. Amit ma magamra öltöttem, az egy somogyi népviselet, és ezúton is köszönöm szépen a Szamosújvári Téka Alapítványnak. Igen.
A Hóstáti Hagyományőrző Tánccsoport csodálatos fellépését látták az imént. Amíg ide ér hozzám a Hóstáti Hagyományőrző Tánccsoport vezetője, addig én elmondom róluk, hogy óriási népszerűségnek örvendenek itt Kolozsváron. Nagyon-nagyon sok rajongójuk van. Ők az első közök voltak annak idején, 1999-ben, amikor elindult a Szent István napi néptánc találkozó. Itt van Vigi Bolya, parancsolj! Hú, de szép vagy! Gyere a másik felemre! Pördülünk, fordulunk valahogy, hogy jó legyen. Tehát bemutatom önöknek Vigi Bolyát, a Hóstáti Hagyományőrző Tánccsoport vezetőit. Szervusz! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket! Nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan ideértél. Gyönyörű a ruhád! Kérdezhetem, hogy milyen, ez hóstáti hagyományos viselet? Így van, ez a hóstáti rend, hogy egybe van a blúz és a szoknya, ugyanabból az anyagból van, ezt nevezik hóstáti rendnek. Ez a hagyományos viselet, amit a nagyszüleink is használtak. Gyönyörű. Alsó szoknya is van, gondolom, több? Van több is, ami ki van keményítve, tehát a hóstátiak úgy használták a viseletet, hogy mindig keményítették, úgyhogy el tudom mondani azt, hogy ez egy ős viselet, nagymamámnak a ruhája, a dédnagymamámnak a mellénye és a gyöngye, amit mindig használtak. És vigyázzol rá, gondolom, hát vadonatújnak tűnik, hány éves ez a ruha, hogyha édesanyád is viselte, nagymamád is viselte? Hát legalább 50 évesek ezek a ruhák, ha nem több. Nagymamám 90 éves koráig használta a ruhákat, úgyhogy megvan azért a múltja, tudnának beszélni ezek a ruhák. Beszélj a tánccsoportotokról. Te vezeted, te tartod kézben ezt a tánccsoportot. Azt már elmondtam, hogy nagyon szeretnek benneteket itt Kolozsváron. Nagyon ismertek vagytok. Hogyan alakult ez a tánccsoport? Ez a tánccsoport újra alakult, tulajdonképpen 1996-ban alakult újra a régi tánccsoport, mert volt egy bizonyos idő, amikor nem volt szabad táncolni, bálokat tartani, így azok a gyerekek felnőttek, és aztán a szülőknek a gyerekei kezdték el újra a táncot. 96-ban alakult, mint virágos együttes, ahol Szabó Károly volt az elnöke a csapatnak. Közben visszakaptuk a Máramaros utcai székházunkat, ahol mai napig bálókat tartunk, és fenntartjuk ezt a hagyományt. És 2004-től én vagyok a vezetője a csapatnak. Most, mint Hóstáti Hagyományőrző Néptánccsoport jelenünk meg. Mennyi munka van ebben a néptánccsoportban? Könnyű meggyőzni a fiatalokat, hogy benne legyenek, hogy táncoljanak, hogy ápolják a hagyományokat? Hát azért azoknak, akiknek a szülei nagyon szeretik ezt a viseletet, szívesen jönnek, sőt úgy jöttek bálokba is, hogy a pici gyerekkel, és a gyerek úgy nőtt fel, hogy volt egy társaság, ahova menjen. Nagyon sok házasság alakult ki így a tánccsoporton belül, hogy együtt táncoltak, megszerették egymást, és most már a gyerekeik is táncolnak a csoportban. Mikor próbáltok, mikor gyakoroltok, hiszen téged énekesként ismerünk, eddig éveken hosszú során át kolozsvári magyar napokon mindig énekeltél nekünk. Ez az első alkalom, hogy táncosként is bemutatkozol. Hát ez az első alkalom, hogy táncosként bemutatkozom, viszont a Szent István napi néptánc találkozónak a legkezdetén ott táncoltam én is, mint gyerek, és a tánccsoporttal, tehát az első években azért mi részt vettünk, aztán lett egy ilyen szünet, és most remélhetőleg újra elindul egy ilyen sorozat, ahol meg tudjuk mutatni Kolozsvárnak a hóstáti viseletét, a hóstáti táncát, mert mi eredetileg kolozsváriak vagyunk. Ők ide voltak hozva sok-sok évvel ezelőtt telepítve, hogy a várost ellássák zöldséggel, gyümölcsel a hóstátiak, és megtartották a hagyományaikat. Tehát ez egy olyan hagyomány, amit szeretnénk, hogy tovább éljen és tovább legyen. És énekesként is persze részt veszek, többek közt délután megnézhetnek majd nótázni egyet, és válom a közönséget oda is, nem csak a táncra. Hát megyünk mi is oda is, hiszen megleptetek minket, gyönyörűek vagytok, ügyesek vagytunk, és jó látni, hallani, hogy Kolozsváron, ami egy nagyváros, világváros, ilyen szépen, intenzíven működik a hóstát, és tartja a hagyományait. Így van, köszönjük szépen a szervezőknek, hogy újra meghívtak minket, és újra felidéztük a Balázzsal, hogy gyerekekként táncoltunk anno 1999-ben, de most is nagyon jó érzés volt megmutatni a viseletet, megmutatni a táncot, és hogy még vagyunk, és ne hagyjuk. Tehát a magyarság gyűjjön össze évről évre, és tovább táncoljunk, tovább énekeljünk, tovább menjen ez a Kolozsvári Magyar Napok és a Szent István napi tánc találkozó is. Vigi Bolya, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.
És most a csikkozmási bojzás néptánc együttest látják. Yeah.
Semmi nem szebb, mint államalapító Szent István király ünnepén népzenével, néptánccal ünnepelni. Mondjuk is a ma esti népviseleti felvonulás programját, ami gyönyörűséges lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Pillik Balázs, honnan indul, hány órakor a népviseleti felvonulás? Hát az idei évnek az ünnepi népviseleti felvonulása az Egyetem utca sarkáról, vagyis a Farkas utcának az Egyetem utca felüli sarkáról indul, és a templomig halad a felvonulás, ugye ott minden csapat bemutatkozik, lesz egy rövid kis tánc, illetve nagy finálé, úgyhogy szerintem tánc és énekkavalkáddal fogjuk közösen ünnepelni Szent István napját. Minden nap ez a csúcspontja, ugye, augusztus 20-a a Szent István napi néptánc találkozónak. Igen, hát augusztus 20-a ugye a fénypontja a Szent Istvánnak. Ebből a célból is alakult annak idején 23 éve, hogy méltó módon tudjuk megünnepelni nagy királyunk napját. És most ugye a nagy gálánk elmarad az idén még, de jövőre majd reméljük, hogy nagy gálával is tudunk ismét ünnepelni. Tehát találkozunk akkor 5 órakor az Egyetem utca sarkán. Szabad egy táncra? Jó, Isten. Köszönöm szépen! Pillik Balázsnak átadom a mikrofon. Jó táncot kívánok!